Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Mai szentmisét a szent angyalokról imádkozzuk, és fölajánlom elhunyt Jenőért. Testvéreim, a szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, könyörögjünk. Istenünk, aki az angyalok és az emberek szolgálatát csodálatos módon elrendezed, add meg kegyesen, hogy azok segítsége oltalmazza a földön életünket, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.
Ha ugyanis egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják. Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volt a minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat. Amikor tehát elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halált hozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás révén a kegyelem is, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez az Isten igéje. Íme eljöv, Uram, úgy teljesítsem azt, amit kívánsz. Íme eljöv, Uram, úgy teljesítsem azt, amit kívánsz. Sem véres, sem ételáldozat nem kellett néked, fülemet azonban megnyitottad. Nem követeltél égő és engesztelő áldozatot, így szóltam akkor, íme eljövök. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kíván. Könyvtekercsben megírták rólam, hogy akaratodat teljesítsem. Erre vágyom, Istenem, törvényed szívemet örömmel tölti el. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem amit kívánsz. Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, ajkam el nem hallgat, Uram, te jól tudod rólam. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Újonganak és örvendeznek a népek, a téged keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik várják üdvösségedet. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kíván. Virrasszatok szüntelen, hogy az ember fia elé méltón álljatok. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak. Így mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a Jeruzsálembe vezető úton Jézus tanítja, okítja a tanítványokat, az apostolokat, és hát mindazokat, akik körülveszik őt. A Jeruzsálembe vezető út egy újabb szakaszába lép akkor, amikor a farizeus házát elhagyja Jézus a tanítványokkal együtt. Ahogy tudjuk, hiszen a múlt héten erről szó volt, a farizeus meghívja Jézust egy étkezésre, hogy a nap melyik szakában, azt nem tudjuk, azt nem írja le Lukács, de meghívja, és az étkezés során kioktatja tulajdonképpen, szapulja a farizeusokat, írástudókat, akik veszik is a lapot, és hát persze felháborodásuknak hangot is adnak. Ezzel jelezve azt, hogy Jézust úgy, ahogy van, a tanításával együtt elutasítják. Nem értenek vele együtt, és mint kiderült, tulajdonképpen ezzel saját maguk alatt vágják a fát, hiszen ezzel az üdvösséget is, a kegyelmet is elutasítják, amelyet Jézus Krisztus közvetít az atya és az ember között. Mint mondtam, újabb szakaszába lépett a Jeruzsálembe vezető út, hiszen a 12. fejezettel egy mondás gyűjtemény felolvasását kezdte el az Anyaszentegyház a Szent Miséken. A ma felolvasott rész is ebből a mondásgyűjteményből való, amely tulajdonképpen Lukácsnak a gyűjtői munkáját dicséri. Az első ilyen mondás a kevésségről szólt, hiszen felszólítja a tanítványait, a közvetlen tanítványait, hiszen ott világosan elmondja a Lukács, hogy a tanítványokhoz fordulva mondja Jézus, hogy tartózkodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Ugye ez tulajdonképpen a hétfőbűn első tételével egyezik meg, vagyis a kevésséggel, hogy attól tartózkodjanak. Aztán megy sorba, és hát előkerül azért a hétfőbűnből a fösvénység is, mint olyan a következő bekezdésben, és aztán eljutunk a mai evangéliumi szakaszhoz, ahol tulajdonképpen nem másról van szó, mint a parúzia várásáról, vagyis Jézus Krisztus második eljövetelének a várásáról, hogy milyen módon várják a tanítványok az ő második eljövetelét, hiszen az első eljövetelét éppen élik ezek a tanítványok, akikkel beszél. De majd ő, mint azt korábban háromszor is ugye megjövendöli, hogy szenved, majd meghal, de feltámad. És feltámadása után fölmegy a mennybe, és majd eljön másodízben is, és akkor nyilván ítéletet tart az egész világ felett. És erre hogyan kell felkészülni? Ez a mai evangéliumi szakasz erre ad tanítást. Nem csak azoknak, akik ott jelen vannak abban a pillanatban, hanem ma is, hiszen még mindig éljük ezt a várakozást, hiszen Jézus Krisztus még nem jött el másodszor. De világosan elmondja, hogy legyen felövezve a csípőnk, és legyen égő gyertya a kezünkben. Vagyis mindig legyünk készen arra, hogy bármikor elérkezhet. Az utolsó mondat is arra utal, ahol máshol így fogalmazza meg, nem tudjátok se a napot, se az órát. Éppen ezért kell mindig készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban, nem az, hogy bármelyik napon, hanem bármelyik pillanatban, akár a következő percekben, vagy a következő órákban is utolérhet bennünket Jézus Krisztus második eljövetele. És ez a pillanat ne érjen váratlanul bennünket.
legyen felövezve a csípőnk, és legyen égő gyertya a kezünkben. Erre figyeljünk oda az életünk során. Amen. Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért, és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Szent atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társakért könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységért, a pogányok megtérésért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Földi életből eltávozott Jenő testvérünkért, az ő örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgass meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked a dicsérő áldozatot. Kérve kérünk, hogy fogadd szívesen angyalaiddal vitest felséges színed elé, és fordítsd üdvösségünkre Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk. A te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk. Így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, ami Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, s téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk. Velük együtt dicsérünk, és hálás szívvel zengjük.
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, végy fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elkövetkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban a lelkünk bűnösségére. Uram Jézus Krisztus szent testvére, ne váljék ítéletemre és kárhozatot, hanem jóságot az az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei kenyérrel tápláltál minket. Add, hogy megerősödjünk erejével, és angyalait hűséges őrizete alatt bátran haladjunk az üdvösség útján Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.